30-nál is több domborművet és 9 kör plasztikát hozott a kiállítóterembe Adorján Endre, aki azt is bevallotta, van olyan ezek közül, amely nem az elmúlt idők termése. Olyannyira, hogy még korábbi életében Erdélyben készültek. Boldog vagyok, inkább erről beszélek, hogy 33 éve volt életem első szexádi kiállítása ugyanebbe a terembe, örömmel tölt el és izgalommal, hogy fogom én megmagyarázni a munkáimat. Visszatérve most a nagy kerülő, a kérdés elől menekülés után, hogy mitológiai. Igen, a mitológiai témák azok, nem tudom, hogy szükségszerű, kényszerűségből vagy valamilyen belső szükségből jöttek. Mindjárt a diploma megszerzése után 73-ban szereztem Kolozsváron. Látszik a kis domborműveken, hogy 77, tehát 77-ben már komolyan próbáltam dolgozni, és valahogy spontán módon a mitológiai olvasmányaim alapján próbáltam rálátni az életre elég tejfeles szájúan, pedig nem tudom, hogy fordítva kellett volna, hogy analógiákat keresni az élethez a mitológiából, de hát akkor nagyon fiatal voltam. Tehát akkor születtek olyan alkotások, amelyek valamiképpen a sorszerűség elfogadásának a problémáját, de egyúttal a sorszerűség elleni lázadást is jelképezték. A dolgok úgy alakulnak, hogy megfogalmazódik bennem egy kérdés, egy téma, és ehhez keresem az anyagot, meséli. Nagyon sokat kísérleteztem a munkáim során. Talán még többet lázadok. Most már itt a kiállítás kapcsán el lehet mondani, hogy emberi magatartás formák ellen lázadok elsősorban. Ez a nagyon érthetetlen mottója a kiállításnak, hogy határeset, az, ugye az inkább határhelyzet, amikor az ember valamilyen szituációban döntésre kényszerül, és a döntésnek a végrehajtása az már eset, az már nem helyzet. Egyrészt tehát így ezek a karikás bohóc, aki képtelen helyzetben valahogy küzd a centripetális erő ellen, vagy a saját tökéletlen izmai ellen, vagy a saját önbizalma, ritkuló önbizalma ellen, vagy a tüskék, vagy betakart fejjel tüskéknek neki menő nagy magát hősnek képzelő ember, aki tökéletes átvertség és meggyalázottság pillanatában van. Mindig onnan vagy negatív, vagy pozitív irányba, de mindenképpen valami történik. És ez az egy legfontosabb dolog érdekelhet az életbe, semmi más nem érdekelhet. Mit tehetek, hova jutok el? Nem akartam elmenni az absztraktig. A küzdelmek, melyek megmerevednek az anyagban, sok esetben a saját életének kihívásait is tükrözik. Hazudik az a művész, aki azt mondja, hogy ki tudja magát iktatni az alkotás folyamatából, a motivációkból, és az élmények lenyomatát vissza tudja verni, mint egy tükör. A művészeti alkotás nem tükör. Annál valamivel mélyebb, tehát az már valami mélyre jövő, hatoló sugárzásnak a nyomata, ami valahogy valamilyen céllal, mondani való közlés céljából átminősül. Másképp talán valami lesz, de az távol áll az alkotó tevékenységtől és a művészi produktumtól. Tulajdonképpen az alumínium szobrok, mivel hogy bronzból oda át a Erdélyben nem lehetett, mert börtön járt a bronzér, és csak a benfent, idézőjelben mondva, benfenteseknek lehetett bronzot használni. Ezek a konjunktúra szobrászai voltak, akik ők csinálták a monumentális alkotásokat, és tehát nekik folyt a bronz. Tehát ami alumíniumból van, az mind az akkori életemnek a... És meglepő, hogy talán a jobb munkák. Mert például ott van a szomjúság,
80, tehát 30 év előtt, és még most is üzen. Még most is üzen, tehát én, hogy elmondjam a titkot, hát 5 lakott kontinens, és mi lesz velünk, és adtam egy címet, hogy szóműság, nem a cím születik meg először, hanem valami furcsa, belső, kínos érzés, ami megadja a munka előképét, tehát valamiféle látomásszerű előképét, és akkor utána megszületik a mű. Most is ezt a címet adnám, de hát most látjuk a Földnek a helyzetét, de látjuk az emberi kapcsolatokat, látjuk a nemzetközi kapcsolatokat, és kérdezzük, hogy, és Szomj a címe, és akkor kérdezzük, hogy na akkor mi lesz, tehát, hogyha sok rétű az a nagyon meghatározott alapirányú vektor, vagy mondani való, akkor századokon át esetleg esélye van egy műnek, ha egy vulkán el nem olvasztja, hogy valamit mondjon.